A mi segítségünk az Úrtól van, aki teremtette az eget és a földet. Amen. Imádkozzunk. Jézus Krisztus, boldogan imádunk téged, magasztalunk azért, mert mint kisdett gyermek léptél be ide mi közénk, de tudjuk, hogy öröktől fogva mindörökké Isten vagy. Isteni hatalmaddal vettél győzedelmet a kárhozaton, az örök halálon és minden ellenségünkön, amikkel mi nem bírtunk. Áldunk azért, hogy hitáltal a miénk lehet a te győzelmed. Köszönjük, hogy minden erőtlenségünk ellenére is lehet győzelmes életet élnünk. Te benned, te veled, te általad. Bocsáss meg, Urunk, valahányszor tőled függetlenül kezdünk el hadakozni. Köszönjük, hogy ilyenkor mindig újra kiderül, ami tehetetlenségünk és erőtlenségünk. Szeretnénk abba hagyni ezt az ostoba kísérletezést. Szeretnénk nagyon hűségesen ragaszkodni hozzád. Köszönjük, hogy nem nekünk kell győzelmeket kivívnunk. Köszönjük, hogy te győztes Úr vagy, és a tiéiddel megosztott győzelmedet. Így szólíts meg most minket is. Legyen a te igédnek ereje, hatalma, mi pedig szeretnénk az bizalommal, nyitott szívvel fogadni. Köszönjük, hogy te ugyanazzal az igével tudsz vigasztalni, fölemelni vagy összetörni, de mindenképpen világosságot árasztani, megoldást, új kezdést, életet, erőt adni. Hisszük, Urunk, hogy a te beszéded lélek és élet. Ezzel ajándékozz meg most minket. Amen. Mai igénk a Sámuel első könyve 11. fejezete. Így hangzik itt Isten igéje. Feljött az ammonita Náhás, és tábort járt Jábes Gileád ellen. A jábesiek pedig ezt mondták Náhásnak. Kös velünk szövetséget, és mi szolgálni fogunk neked. Az ammonita Náhás azonban így szólt hozzájuk. Akkor szövetséget kötök veletek, ha kivágatom mindnyájatok jobb szemét, és tehetem ezt az egész Izrael gyalázatára. Jábes vénei ezt mondták neki. Engedj nekünk 7 napot, hogy követeket küldjünk Izrael minden határára, és ha senki sem segít meg minket, akkor kimegyünk hozzád. Felmentek azért a követek Saulhoz Gibeába, és elmondták-e beszédet a nép füle hallatára. És felemelte az egész község az ő szavát, és sírtak. Saul pedig éppen a mezőről jött a balmok után, és ezt mondta Saul, mi történt a néppel, hogy sírnak? Elmondták neki a jábesbeliek beszédeit. Amikor hallotta-e beszédeket, az Úrnak lelke Saulra szállt, és az ő haragja nagyon fölgerjedt. Vett egy pár ököt, feldarabolta azokat, és a követektől elküldte Izraelnek minden határára, ezt mondván. Aki nem vonul Saul után és Sámuel után, annak ökreivel így cselekszenek. És az Úrnak félelme szállt a népre, és kivonultak mindegy szálig. És megszámlálta őket Bézekben, és Izrael fiai 300 000 voltak, a júdabeliek pedig 30 000. És ezt mondták a követeknek, akik oda mentek. Így szóljatok a Jábes Gileád belieknek. Holnap, amikor a nap fölmelegszik, megszabadultok. És elmentek a követek, és megmondták a Jábes belieknek, és ők örvendeztek. Ezt mondták azért a Jábes beliek. Holnap kimegyünk hozzátok, hogy egészen úgy cselekedjetek velünk, amint néktek jónak tetszik. Másodnapon pedig Saul a népet 3 seregre osztotta, és kora hajnalban a táborra ütöttek, és verték Ammont mindaddig, míg a nap fölmelegedett. Akik pedig megmaradtak, úgy szétszóadtak, hogy 2 sem maradt közülük együtt. Akkor a nép ezt mondta Sámuelnek. Ki volt az, aki így szólt, Saul fog-e uralkodni rajtunk? Adjátok elő ezeket a férfiakat, hogy megöljük őket. Saul azonban ezt mondta.
senkit se öljetek meg ma, mert ma szerzett szabadulást az Úr Izraelnek. Sámuel pedig ezt mondta a népnek, gyertek, menjünk el Gilgálba, és újítsuk meg ott a királyságot. Elment azért az egész nép Gilgálba, és ott az Úr előtt, Gilgálban királlyá tették Sault, és áldoztak ott hála áldozatot az Úr előtt, és felette örvendeztek ott Saul és Izrael minden férfia. Ott hagytuk abba a Sámuel könyvének tanulmányozását, hogy a nép kérésének engedve végül is beiktatják tisztébe Sault, Izrael első királyát. Ez pedig történt egy katasztrofális vereség után, amit Isten népe a filiszteusoktól szenvedett el. Még mindig nyögi a nép azokat a károkat, amiket az ellenség okozott neki. Lelkileg is erőtlenné vált, a hite is erőtlen. Meglett a kívánsága, és láttuk, hogy ez volt az utolsó epizód a királyválasztás nagy jelenetében, hogy mindenki csalódott. Semmi rendkívüli nem történt. Semmi különöset nem éreztek. Meglett, amit akartak, most már van királyuk, és kicsit közönségesen, ahogy ma gyakran szokták ezt mondani, kérdezhetnénk, hogy és akkor mi van? Úton hazafelé arról beszélgetnek az emberek, hogy nem történt semmi. Most mit oldottunk meg? És kezdik becsmérelni az új királyt, akiről korábban elragadtatással szóltak, és némely kaján emberek, ahogy olvastuk az igében, ezt mondogatták egymást között, ez segít majd rajtunk? Mit segíthet ez rajtunk? És megvetették Sault. Saul is átéli, hogy nem történt semmi különös, és szépen folytatja eddigi munkáját, mint jól nevelt parasztgyerek, odaáll megint az ekeszalvához, és hajtja az ögöket. Olvastuk a mai igében is, hogy a munkából tél haza, hajtja haza a fáradt állatokat este, amikor értesül arról, hogy mi történt. Aki a lélek uralma alatt van, az ilyen szokott lenni, mint Saul itt. Aztán később majd kikerülő sajnos Isten szent lelkének a vezetése alól, de itt még, ha Isten nem mond neki semmit, ő nem csinál semmit magától. Teszi a dolgát, végzi a kötelességét, közben figyel, vár, és amikor Isten parancsol, akkor engedelmeskedik. Most azonban nem parancsol Isten semmit, végzi hát az otthoni házi munkát. És akkor történik váratlanul valami. Erről szól a mai igénk. Hadd mondjam el először röviden a történetet, megint, noha elolvastuk, de egyet mással kiegészítve vagy megmagyarázva, és utána három egyszerű igazságot szeretnék ebből hangsúlyozni. Egy kicsit Izrael földrajzát is kell ismernünk ahhoz, hogy megértjük ezt a mai igét. Talán előttünk van a Genezáreti tó, alatta a Holt-tenger, amint a Jordán összeköti őket. Isten népe a földközi tenger és a Jordán folyó vonala közti területen élt, de a Jordán keleti partján is egy keskeny sávban még éltek izraeliták. Ezen túl még keletebbre lakott Ammonnak a népe, amely népről itt szó van. Tőle délre laktak a moábiták, ezek testvérnép voltak, talán emlékszünk arra, hogy Lótnak az unokái voltak ezeknek az ősei, Lót idősebb lányának az utódaiból lettek a moábiták, a fiatalabbik lány utódai az ammoniták. Tulajdonképpen tehát a rokonságban voltak Izraellel, de nem éltek békességben egymás mellett. Ritkán jó az, ha a tőszomszéd rokon, van olyan, hogy békesség van, de inkább békétlenség szokott lenni. Itt kifejezetten ellenségeskedés volt. Így következett be az, hogy az ammonita fejedelem, ez a bizonyos Náhás, egy szép napon fölvonult jelentős sereggel az egyik legszélső izraeli város kapuja elé, Jábes Gileád kapuja elé, és közölte a város lakóival, hogy megsemmisíti a várost. Hódítani akart, területet akart foglalni, mint ahogy ezt azóta is minden hódító akarja. A jábesiek látták, hogy nincs mód arra, hogy rendezzék a soraikat, nem is igen voltak soraik, hanem segítséget kellett volna kérni máshonnan,
Erre azonban így bekerítve nincs lehetőség, és kapituláltak. Fölajánlották a város vénei, hogy elfogadnak minden feltétel, csak hagyják őket meg a városukat épségben. A te szolgáid leszünk, megfizetjük, amit kérsz, csak hagyj minket életben. És erre a fennhéjázó gőgös fejedelem azt mondja, hogy jó, elfogadom az ajánlatotokat, hogyha a város minden lakójának a jobb szemét kiszugolhatom. Valami hihetetlen, kegyetlen, embertelen. Ötlet ez, nem elég, hogy harc nélkül az ölébe hull a zsákmány, még kegyetlenkedni is akar az erejét fitoktató, magában bízó, Istennek hátat fordító ember jellemvonása ez. És erre jábesiek azt mondják, hogy jó, de adj egy kis haladékot. Nem derül ki az igéből, hogy mire kérték a haladékot, a későbbiekből lehet következtetni arra, hogy ők végső soron Istenben bíztak, és tőle váltak valamiféle szabadítást. Valamit, amit józan észtel elképzelni ott nem lehetett, de az Istennek minden lehetséges. Egy hét haladékot, annyira magabiztos és dőfös náhás, hogy nagy lelkűen ezt is engedélyezi. A jábesiek követeket küldenek Saulhoz, elmondják, hogy mi történt. Saul nincs ott, a nép meghallja a szörnyű hírt, és elkezdenek sírni. Azt olvastuk is, hogy sírt az egész nép. Nem csak a gyengébb idegzetűek, nem az asszonyok, nem a gyerekek, az egész nép sírva fakad. Ezen csak sírni lehet. Nem tudunk mit csinálni. A kétségbeesés lesz újra rajtuk. Akkor jön haza Saul, egy ember, aki még nem sír. És ahogy meghallja, azt olvassuk, hogy mielőtt még ő bármit reagálhatott volna erre a hírre, Isten szent lelke megszállja, hatalmába veszi őt. Abban a pillanatban tudja, hogy mi a dolga, követeket küld minden törzshöz, 330 ezer katona rövid idő alatt, talán 24 órán belül, vagy legfeljebb 48 órán belül összejött, nagyon jó irányból, nagyon jó átgondolással, megszervezi a támadást, és nagy győzelmet aratnak az ammoniták fölött. Utána néhány forrófejű nagyokos azt mondja, hogy kik is voltak azok, akik Saullal elégedetlenkedtek? Most le kell számolni velük. Végezzük ki őket. És erre Saul azt mondja, hogy szó se lehet róla. Az Úr adott nekünk ma szabadulást, az Úrnak adjunk hálát, tessék leborulni mindannyiunknak, és magasztaljuk őt. És elmennek Gilgába, ahol nagy hálaadó ünnepet tartanak, és örvendeznek mindnyájan. Ezzel fejeződik be a történet. Három mondatba szeretném összefoglalni azt, amit most ebből a történetből megértettem. Elnézést, ha az első kicsit kevéssé csiszoltan hangzik. Az első az, hogy milyen nagy szája van annak, aki ilyen magabiztosan Isten nélkül támad másokra. A másik az, hogy milyen erős keze van annak az Istennek, aki ennyire szereti az ő népét. És a harmadik az, hogy milyen mély alázata van annak, aki tudja, hogy ő Isten kezében csak eszköz volt, de Isten adta a győzelmet. Milyen nagy szájúak a náhások, azóta is ez jellemző őket, milyen hatalmas az Úr, ahhoz a néphez is kegyelmes, amelyik tulajdonképpen a királyválasztással elfordult tőle, és milyen alázatos az az ember, aki teljesen tisztában van a maga jelentőségével. Ő csak eszköz az Isten kezében. Először tehát náhásról van itt szó, erről a gőgös, döjfös, nagyhangú, magabiztos emberről, aki támad, aki kezdeményez, ő a hódító, ő az, aki tudja, hogy az erősebb pozíciójából közeledik a másikhoz. Izrael mindenestől is nagyon erőtelen, még nem heverte ki, a filiszteusok okozta halálos sebeket. Ez a kis város meg itt a szélen, végképp elszigetelve a többitől. Nem nagy feladat ez neki, ezzel a gőggel és magabiztossággal jelenik meg. Amikor haladékot kérnek a jábesbeliek, még azt is megadja, hiszen ki lehet számítani, hogy úgysem tudnak megfelelő segítséghez jutni, illetve egy kicsit talány is ez, hogy miért engedte meg nekik.
De valószínű azért, mert annyira magabiztos volt, a győzelmében annyira bizonyos volt, hogy csinálhatnak, amit akarnak, legfeljebb egy hétig rettegnek attól a biztos pusztulástól, ami majd bekövetkezik. És hogy az elejét mutogassa, még ezt a kegyetlen feltételt is szabja, elfogadom a hódolásotokat, ha kiszúrathatom mindannyiótoknak a szemét, mégpedig az egész Izrael gyalázatára. Az egész néppel szemben magabiztos és erőszakos ez az ember. Két megjegyzést fűzünk ehhez az ige alapján. Az egyik az, hogy a Bibliának, az Ószövetségnek különösen ezeken a részletein szoktunk megbotránkozni. Rettenetes könyv ez az Ószövetség. Mik vannak itt? Ilyen kegyetlenkedések, és ezeket még le is írja, hogy mik történtek az ókorban. Vajon csak az ókorban? Én most nem akarok itt számokat mondani, meg ezt a részletkérdést részletezni, de azért gondoljunk arra, hogy csak a két világháborúban hány egészséges, az élete elején álló fiatalember veszítette el a fél szemét, meg mind a két szemét. Vagy fogalmazzuk így, hány édesanyja veszítette el a szemefényét, a nagyfiát, akire a későbbiekben támaszkodhatott volna, akinek az árváit aztán ő nevelte föl, mint nagymama. Nem csak az ókorban voltak kegyetlen náhások. Az újkor ember sokkal kegyetlenebb eszközöket talál ki arra, hogy megvakítsa az embertársát. És miközben ez az öldöklés folyt és folyik, aközben a laboratóriumokban lázasan kutatnak, hogy hogy lehet előállítani olyan biológiai és vegyi fegyvereket, amikkel szintén meg tudjuk vakítani egymást. Csak három városnevet mondok, vagy földrajzi nevet. Gondoljunk arra, hogy a Dónnál, Doberdónál, Hiroshima-ban mit csináltak a náhások, és ne botránkozzunk felettébb ezen a tehetséges kezdőn, aki itt az ószövetségi náhás. Sokszorosan túlszárnyaljuk mi kegyetlenségben, embertelenségben az ókornak a kegyetleneit. És gondoljunk arra, hogy otthon, a családon belül, minden különösebb fegyver nélkül, hogy tudjuk mi gyötörni, kínozni egymást éveken, évtizedeken keresztül? Mennyi könny előzi meg azt, amíg egy-egy ember ajkát elhagyja ez a szó, itt szemekről van szó, azért hadd idézek ilyen mondatot, hogy ne is lássalak többé, a náhás vére ott folydogál bennünk is, testvérek, addig, amíg Jézus Krisztus meg nem szabadít minket ettől a dőfös, gyilkos, a másik kárát okozó lelkülettől és gondolkozásmódtól. Kicsiben és nagyban, finomban és otthonban, szalonképesen, álcázva és nyíltan, a náhás gyűlölete, gőgje, magabiztossága, hódítási vágya, a másik fölé való kerekedése ott van bennünk. Isten adjon teljes szabadulást ettől mindnyájunknak. A másik megjegyzés az, hogy náhás hideg számító, aki ki tudja számítani, hogy a másik milyen erős, hogy a másiknak mit engedhet meg, még ez is belefér, hogy egy hét haladék, jó, rendben van, mert ő ismeri a helyzetet, ismeri az ellenséget, ismeri a fegyvereket, a feltételeket, ő tisztában van a valósággal. Csak az Isten nem ismeri. Náhás soha nem számol Istennel. Náhás mindig elfelejti azt, hogy aki az Isten népének támad, az a szövetséges Istennel találja magát szembe. Náhás mégsem ismer mindent. Lehet, hogy sok mindent tud, de aki nem számol Istennel, az feltétlenül elszámítja magát. És ez történt itt is. Biblia magyarázók feltételezik azt, hogy a jábes belieknek az az ige juthatott eszükbe, ami Mózes énekében ott van, és ezt az éneket minden hívő izraelita könyv nélkül tudta. Egy részletét hadd olvassam, mivel itt a szemek kitolatásáról volt szó. Az 5 Mózes 32-ben van ez a csodálatos hálaadó ének. Az Úrnak része az ő népe.
puszta földön találta őt, Zoldon sivatag vadonban, körülvette őt, gondja volt rá, őrizte, mint a szeme fényét. Ez egy gyönyörű kifejezés az Ószövetség nyelvén, Isten őrizte az ő népét, mint a tulajdon szemét. És többször előfordul, mint egy visszhangzik az Ószövetség lapjain. Benne van egy Zsoltár imádságban, a 17. Zsoltár 8. verse így hangzik, tarts meg engem, mint szemet fényét, rejts el szárnyaid árnyékába. És egy késői proféta könyvében is ott van, a Zakariás 2.8-ban, aki titeket bánt, az ő szeme fényét bántja. Isten népe, Isten szeme. Aki az Isten szeméhez nyúl, azt az Isten megvakítja. Így vakította meg Náhást is, ezért tehette azt, amit tett, majd még erre később visszatérünk. A magabiztos ember azonban nem ismeri az Urat. Amikor mi nagyon magunkban bízunk, akkor egyre inkább elhomályosodik a látásunk, és nem látjuk az Urat. Isten őrizzen meg minket attól, hogy elragadjon minket az önteltség vagy önhittség, és ebbe a bűnbe essünk, amibe Náhás. Ez tehát az első, amin érdemes elgondolkoznunk, hogy milyen nagyszájú lehet a magabiztos ember, de mennyire elszámítja magát az, aki nem számol Istennel. A másik nagy igazsága ennek a történetnek, hogy milyen hatalmas keze van Istennek, aki szereti az ő népét. Nem véletlenül mondja azt Saul a győzelem után, az Úr adott szabadulást ma Izraelnek. Isten keze munkája mindaz, ami itt történik. Csodálatos ez, ahogy Náhás fölvonul, kezébe veszi a történelem kormánykerekét, azt gondolja, hogy most ő fordít egyet rajta a maga javára, Isten engedi egy ideig, engedi még azt is, hogy az ő népe tömegesen sírva fakadjon, hogy olyan tragikussá váljon a helyzet, amin csak sírni lehet, és akkor egyszer csak lenyúl a magasból. Mi mutatja itt az Isten kezemunkáját? Először is azt, hogy elveszi Náhás eszét. Ez egy megmagyarázhatatlan könnyelműség volt, hogy egy hét haladékot ad a jábesbelieknek, hogy küldjenek követeket ide-oda-amoda, és toborozzanak hadsereget a maguk védelmére. Ez egy tulajdonképpen egy érthetetlen ostobaság volt részéről, csak az érti, aki ismeri az Isten munkáját. Isten úgy kezdi megvédeni az ő népét, hogy megzavarja az ő ellenségeit. Megvakítja őket, és formálisan elveszi az eszét. Ez a kifejezés benne van az Ézsaiás könyvében, hogy az Úr elveszi az eszét annak, akinek akarja. Aztán Isten kezét mutatja az, hogy kézbe veszi Sault. Saul király lett, de aznap is ballagott szépen a borozdában az eke után, és hajtotta az apja ökreit. Este meg fáradtan ballag haza. Akkor hallja a hírt, Istennek szüksége van rá. És pillanatok alatt riadó készültségbe helyezi őt Isten. Egy szempillantás alatt tudja, hogy mi a feladata, tudja, hogy hol kell elkezdeni annak a végrehajtását, hogyan kell végrehajtani, milyen módon kell értesíteni a népet, hogy lehet ezt hangsúlyossá tenni. Saul, aki egyáltalán nem volt rutinos hadvezér, mert talán életében nem volt még hadban, remekül megszervezi, hogy hogy kell három csapatra osztani, mikor a legjobb támadni, hajnalban, hogyan, honnan, kikkel. De nem tudhatta ő azt, hogy 330 ezer ember összejön egy-két nap alatt. Ők sem maguktól jöttek össze. Mit olvastunk itt? Az Úr pedig félelmet támasztott a nép szívében, és kivonultak mindegy szálig. Azok is, akik Sault megvetették. Számuk a Saul szava parancs. Mert Saulon keresztül Isten szava érkezik meg a szívükhöz. Itt mindent az Úr csinál. Ő adja a gondolatokat, a bátorságot, az elszántságot Saulnak, és ez a szétszólt nép, amelyik akkor még nagyon törzsi tagoltságban élt, azt olvastuk, hogy egy emberként állt oda Saul mögé. Kivonultak 330 ezeren, mint egy ember. Ez mindig a Szentlélek munkája.
amikor világossá teszi, hogy mi a feladatunk, amikor készé tesz arra, hogy hagyjam abba azonnal a magam munkáját, és álljak az Úr rendelkezésére, amikor bátorságot önt azoknak a szívébe, akik ott tömegesen sírtak, amikor egységet teremt, ez mind Isten lelkének a munkája. Pünköskor ugyanezt történt, más összefüggésben. És az újjászületéskor ugyanezt éli át minden ember, a maga módján. A gyávából bátor lesz, az üresből olyan lesz, akinek mondani valója van. A tétova célt és értelmet kap, és azonnal hozzálát, és legtöbbször csak munka közben veszi már észre az ember, hogy itt valami csoda történt. Valaki engem kézbe vett, a lábamra állított, és használ. Ilyennek kell lennie folyamatosan a hívő ember életének. Hogy az Isten kezében vagyok, nem akarom magam önállósítani, nem adom el magamat másnak, nem akarok tétlenül üldögélni, az Isten hasz legyen a kezébe, és használjon arra, amire akar. Ezt jelenti hívő embernek lenni. Ebben érdemes belepusztulni, ebben szép lassan érdemes tönkre menni, úgy, mint a földbe esett gabonamag. Ha nem ez történik, egy maga marad. Ha ez történik, sok gyümölcsöt terem. Isten szent lelke munkálkodik tehát itt. Saul világosan látja a végén, hogy az Úr adta ezt a szabadítást. Egyedül ő neki legyünk hálásak. És a harmadik gondolat, hogy milyen alázatos marad az, aki az Úrra néz, aki tudja, hogy ő csak eszköz Isten kezében, és itt mindenért egyedül Istent illeti a dicsőség. Mikor derül ez ki? A győzelem után. A harc közben kevésbé van kitéve az ember a kísértéseknek. Amikor valamire nagyon koncentrálunk, amikor valaki nagyon engedelmesen benne áll egy szolgálatban, akkor olyan sok kísértés mellett elmegy, észre se veszik, nem fognak rajta a kísértések. A győzelem után nagyon veszélyes időszak van. Itt is jönnek ezek az emberek, és azt mondják, hogy most van itt a leszámolás ideje. A külső ellenséget legyőzték, most belülről támad az ős ellenség. Az az ördög, aki Isten népének örök ellensége, aki mindig éket akar verni Isten és az ő szövetséges népe közé, aki mindig azt akarja elérni, hogy aki már egyszer az Isten kezébe került, és Isten őt használni kezdte, az újra váljék függetlenné tőle, és járja a maga útját. Az ördög mindig azt akarja elérni, hogy valami olyat csináljunk, amit Isten magának tartott fönt. Vagyis azt akarja elérni, hogy az ember lépjen mindig Isten helyére. Az első ajánlata így hangzott, 1 Mózes 3, olyanok lesztek, mint az Isten, ha neki engedetlenkedtek. Azt mondja Isten, hogy magatokért bosszút ne álljatok, enyém a bosszúállás, én megfizetek. Bosszút állni csak neki szabad, mert csak ő tud igazságot tenni. Ezek az emberek itt Saulnak azt ajánlják, hogy te állj bosszút, Saul. Végezzel valami olyat, amit Isten magának tartott fönt. Észre veszi-e ezt a csapdát, Saul? Elég éber most a győzelem után fáradtan. Sokszor a fizikai fáradtságunkat is kihasználja az ördög, hogy akkor kell kísértetni. Isten kegyelmét mutatja, hogy elég éber. Abban a pillanatban azt mondja, hogy nem. Észreveszi az idegen hangot. Észreveszi, hogy ezek az emberek most vagy a karrierjüket egyengetik, vagy behízelegni akarják magukat nála, vagy tényleg jót akarnak, teljesen mindegy. De helyet adtak magukban az ördögnek, és démoni eszközzé váltak. Ez az, amit most nem szabad csinálni. És azonnal ki is mondja, senkit se öljetek meg ma, mert ma adott nekünk szabadulást az Úr. Menjünk és adjunk hálát neki. Ehhez nagy alázat kellett. Ez egy nagyon kritikus pillanat volt Saul életében. Sajnos később egy hasonló helyzetben elbukott, és végleg elszakadt Istentől. Itt azonban áll. És ez nagyon jó példa, és intő példa kell, hogy legyen nekünk arra,
hogy a győzelmek után, az erőfeszítések után, az áldások vétele után különösen is ébereknek kell lennünk. Most megint nem akarom részletezni, hogy egy-egy evangelizációs hét végén meg után micsoda éberségre és fokozott imaharcra van szükségem, mondjam így. Akkor, ilyenkor támad különösen a gonosz. Egy-egy nagyon áldott úrvacsora után, itt a lépcsőn már össze lehet veszni. Tudnék mondani példákat erre. És utána fogja a fejét az ember, hogy hogy történt ez. Mi is vesztünk össze, nem is emlékszem már rá. Nagyon rafinált ellenségünk van nekünk. Nagyon erősen kell kapaszkodnunk ahhoz a Krisztushoz, aki nekünk győzelmet adott. Saulnak adott itt Isten elég alázatot, elmentek és hálát adtak. Saul hitvallásait az, amit ez az emléktábla is hirdet itt nekünk, de jobb lenne, ha a szívünkbe lenne vésve, hogy egyedül Istené a dicsőség. Soli Deo Gloria. Nem megosztva, és végképp nem magának tulajdonítja, az Úr adott ma szabadulást Izraelnek, elmentek és hála áldozatot áldoztak az Úr előtt, és felette örvendezett ott Saul, és Izraelnek minden férfia. Én nem tudom, hogy ma este melyikünk hogyan jött ide, sokféle fenyegettettségben élünk mi is, mint ahogy ezek a Jábes Gileád beliek, de ha valaki úgy tud hazamenni, hogy hálát ad az Úrnak, és felette örvendezik, akkor megértette, hogy érdemes benne bízni, hogy neki az is lehetséges, ami embereknél lehetetlen, hogy ilyen hatalmas az ő keze, és annak könnyebb lesz ezentúl alázatosnak maradnia. Ha felszólító mondatokba summáznánk az elhangzottakat, akkor így hangzana ez a három mondat: sose bízzál magadban, és ne legyen nagy szád, bízzál mindig az Úrban, mert nagyon erős az ő keze, és maradj mindig alázatos, különösen a győzelmek után. Imádkozzunk! Hatalmas Istenünk, magasztalunk azért, mert Jézus Krisztusban nyújtottad ki hozzánk legközelebb a te erős kezedet. Köszönjük, hogy benne adtad nekünk a döntő győzelmet. Kérünk téged, hogy soha ne felejtsük ezt el. Benned szeretnénk mi bízni, Urunk Jézus Krisztus. Bocsáss meg, hogy olyan sokszor magunkban bízunk. Bocsáss meg, valahányszor nagy a szánk. Bocsáss meg, valahányszor dicsekszünk, ítélkezünk, másokat becsmérelünk. Bocsáss meg, ha hódítani akarunk. Bocsáss meg minden kegyetlenkedésünket. Akkor is, ha csak szavakkal, vagy a szavak mögött izzó indulatokkal követjük ezt el. Bocsáss meg, hogy sok könnyet okozott már a mi szeretetlenségünk. Isten, légy irgalmas nékünk bűnösöknek. Köszönjük, hogy rád bízhatjuk most újra magunkat. Köszönjük, hogy ránk is érvényes, amit a te népedről mond az írás, hogy erős kézzel és kinyújtott karral vezetted őket. Így szabadítottad meg a jábesieket is, és így adsz nekünk is újra és újra szabadulást. Szeretnénk ezért mindig egyedül téged dicsőíteni. Adj bátorságot ahhoz, hogy ezt a nyilvánosság előtt is megvalljuk, mint Saul, hogy tiéd a dicsőség, te adtad a győzelmet, tőled kaptunk szabadulást, hogy mindenünk, amink van, az a tiéd, ajándék, minden perc, minden bocsánat, minden nap, minden a te ajándékod. Szeretnénk ezért magasztalni és dicsőíteni téged. Adj nekünk éberséget a kísértések között. Szeretnénk alázatosan járni a mi Istenünkkel. És kérünk, hogy beszélj velünk tovább is ezeken az igéken keresztül. Ámen. Ti azért így imádkozzatok: mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen. Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme,
szeretete és szent lelke maradjon mindnyájunkkal. Amen.